Körösényi Dániel és Breyer Ádám. Kocsma a Holdon. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Na gyere csak, Armstrong, húzd fel a cipzárom. Igenis, asszonyom. Armstrong, itt maradsz. Igenis, asszonyom. Anyám asszony katonája. Majd megoldom magam. Kiszakítottad? Nem történt semmi. Mondtam, hogy ne vedd fel. Ha a fiad nem vitte volna el az enyémet, akkor most nem kéne. Ha egyszer vizet keres. Vizet? Hányszor mondtam, hogy nincs itt víz? Ez a Hold bogarak. Aranybezzeg valami. Ha már állsz, Józsikám, tölts már nekem egy jó fröccsöt. Klocz úr, majd Melinda tölt magának. Én már be vagyok öltözve. A brassóit felraktad? Na, én mentem szitálni. Miért is jöttem el Lajos Mizséről? Melinda, drága. Majd visszajön a Józsi. Armstrong, gyere ide. Igenis, asszonyom. Azokat pakold arrébb. Hold napot, drágám. Hold napot, ribiszkém. Nem láttad a férjem? Ott ül a sarokban. Klotz úr, megjött a felesége. Gyerekek? Vizet keresnek, már kora reggel óta. Megint? Most találkoztam a Józsival, ez úgy kaszál azzal a lyukas tepsivel a domboldalon, hogy csak úgy porzik. Nem kaszál az, hanem szitál. Ez az új hepje. Aranyat keres. Persze az én szkafanderemben. Az miért baj? Kitágítja. Na, hát akkor neki állunk. Most? Sminkelni? Pitpap kicsinosítalak, egy vendéglátósnak ki kell néznie. Na, gyere, ő ide, galambom. Armstrong, azokat még mosd el. Igenis, asszonyom. Nem veszi le a szkafandert, ribiszke mama? Aj, vízhajtót vettem be. Ha rám jön a mehetnék, akkor futnom kell. Nagyon feszült vagyok, úgyhogy csak gyorsan, jó? Mi van már megint? Aj, ribiszke mama, hogy lehet az, hogy Lajos Mizsén még nem ivott Józsi egy kortyot sem, pedig ott mindenki ivott. Itt is. Jó, de itt csak unalmukban. Volt egy ismerősöm, az mindig unatkozott. Szörnyet is halt. Ez a szitálás is egy pótcselekvés. Bár néha már azt hiszem, az őrület jele. Majd kisminkelem őt is, a szépség boldogít. Bertalant egyfolytában szekírozza. Hát tehet róla, hogy ő már holt szülött. Mi a baj azzal, hogy Bertalan vizet keres? Amióta a szállodát elvitte a ciklon, én nem fürödtem egy rendeset. Hát nem lenne jó este friss vízben zuhanyozni. Múltkor ott állt a pult mellett, és Bertalan szitta. Már arra gondoltam, hogy odalépek, és bedobom a fröccsös hordóba. Jaj, minek is jöttem a Holdra? Melinda, drágám, inkább magadat kellene bedobni. Nem, de obligát, Józsikám. Nem hiányoztam. Még mindig nincs itt Józsi. Mire jó ez a fene nagy kaszálás? Szitálás, Klotz úr, szitálás. Pont erről beszélünk, hogy semmire nem jó. Itt nincs arany. Inkább keresne ő is vizet. Armstrong, hozz már egy fröccsöt. Parancs megtagadva. Hú, a brassóit meg elfelejtettem megmelegíteni. Ráér az, a Józsi még sehol. Azt meséltem, hogy a spanyol királyi sonka szeretelő is a kliensem volt? Igen, és amikor... mesélte. Nem baj, azért elmesélem. Nem alszik az, csak úgy csinál, egy szavát se hidd el. Mondja, ribiszke mama, hogy lehet, hogy maguk ennyi év után is ilyen békében tudnak élni? Tudod, drágám, a fiunk eltűnése óta sok mindenre rájöttem. Például arra, hogyha egy férfira rájön a kaszálás, akkor engedni kell kaszálni. Amint aranyat találok, a lábam se éri többet a Holdat. Most nézze meg, a szkafanderem mindjárt lepattan róla, megőrülök tőle. Sokkal kedvesebben, Melindám. Ribiszke, mama, maga meg? Köszönöm kérdésed, remekül szórakozunk. Veszem észre. De Melinda, ha te látnád magad? Hol van már Bertalan a szkafanderemben? A tiédben képtelenség dolgozni, úgy szorít, hogy nem bírok lehajolni. Obligát, Józsikám. Sikáltál valami értékeset. Igen, láttam valami fényeset, de ahogy hajoltam le érte, megfeszült rajtam ez a kis szkafander, és a következő pillanatban a szél már be is temette. Pedig biztosan arany volt. Ha az Armstrong ott lett volna... Ott legalább lett volna valami haszna. A brassói! Már megint elfelejtetted? Itt kellett fedett magad a vacsora, megsmafú. Te szitálhatsz kedvedre, én meg rohadjak az űrhajós konzervek mellett holdestig. Mi? Gondolod, magamért szitálok? Lesz vacsora, vagy nem lesz vacsora? Nem lesz. Mit tesznek a vendégek? Milyen vendégek? Ki teszi be ide a lábát, mi?
De aki beteszi, az majd azt teszi, amit főztél. Add ide a szkafanderem. Elmegyek a gyerekekért. Jó van, menj csak. Majd addig én itt robotolok egyedül. Na, én iszom egy fröccsöt. Armstrong, kér egyet maga is, Rilszke mama. Én kérek. Most én is kérek, Józsikám. De én a tejedben felraknám a vacsorát. Akkor hármat tölts, Armstrong. Igenis, asszonyom. Vidd oda klocúra. Kösz, Armstrong. Jól neved, kis robotocska vagy te. A Gerétben a főszakács mindig azt mondta a hívot, egészségükre! Hogy... Júj! Rohannom kell! Jaj, a vízfajtó! Józsikám! Most kapott egyet. Hol van az már? Fizetni tud? Írd fel a többihez. Szitálnom kellene, nem itt bohóckodni. Haranyat találnék, hús már itt se lennék. Hova mennél? Vissza a földre, vagy a Szaturnuszra, nem mindegy. Ennél bármi jobb. Itt támasztom a pultot egész nap, sehol egy vendég, szállod a romokban, senki nem fogyaszt semmit. Én minden nap itt vagyok. Ne lamentáljon nekem, mikor fizetett maga utoljára, mi? Elaludt. Ennyire érdekel itt bárkit, hogyha mondok valamit. Szólj hozzá, Anfó. Igenis, asszonyom. Anyád az asszonyom. Ez meg mi az ördög? Egy űrhajó! Klotz úr, ezt nézi, egy űrhajó! Ütős kis gépnek hangzik. Még a végén visszatérnek a turisták, és fellendítik a kocsmámat. Egy űrhajó! Józsikám! Biztos a ti a vérék jöttek vissza, hogy beindítsák a szállat. Fiamat csak ne keverd bele. Bár ez a fes pilóta is kiköpött klotz. Akkor fene jó képe lehet. És ébren van? Máskülönben sok pilótát sminkeltem. Mikor beindult az űrturizmus, többségük az utak között ott pihent nálunk a Gellértben. És a most tévészerek... álljon meg, Rilszke mama, ha ebből az űrhajóból előkerül csak egy fizető vendég is, és maga elüldözít a kozmetikus sztoriaival, én kitiltom innét. Kikérem magamnak. Én sminkes vagyok. Űrnapot kívánok. Holnapot. Jó helyen parkolok? Nem láttam az automatát. Automatát? A parkoló automatát. Jó. Ja, igen, itt nálam kell fizetni. Haj, már megint a vízhajtó! Parancsoljon, hölgyem. Köszönöm, hogy maga milyen fes. És mennyi a parkolás? A hajó méretétől függ. Ez egy Starlet 2046 30 TK köpcent. Hát az nem lesz olcsó. Szállást is kér hozzá? Hát igazándiból a szállodát keresem. Az XPS azt mondta, hogy innen már csak pár száz méter, de nem láttam semmit. Az még valami ciklon előtti XPS lesz. A szálló már nem üzemel. Minden esetre van két kellemes kiadó szobánk. Választhat is. Jó, majd mi meggondolom. Holnap már az Ulán Fesztiválon kell, hogy legyek. Minden esetre a parkolást kifizetem. Ha egy ezrest adok, az megfelel? Rendben van, csak adja gyorsan. Ó, várjon. Bent hagytam az űrbukszám a hajóban. Annyi baj legyen, majd felírja a Józsi. Persze, a Józsi majd felírja. Na jó, maga is kér egyet? Mi ez? Asztrofröccs. Na, olyat még nem ittem. Armstrong! Igenis, asszonyom. Parancsoljon, ezt is hozzáírom a parkoláshoz. Milyen kis helyes, egyszerű jószág ez az Armstrong. Igenis, uram. Uram, ilyet sem mondott még. Bold napot, kedves idegen! Bold napot, gyönyörűm! Gyönyörű? Már nagyot látok is vezethetek űrhajót? Milyen szépeket mond! Na meséljen, fiam! Járt már a Holdon korábban? Nem, nem. Most is csak átutazóban. Az Ulán Fesztiválra tartok, és gondoltam, még mielőtt belevetni magam a felhőtlen boldogságok ünnepébe, egy kicsit megpihenek az úton. A felhőtlen boldogságok ünnepe? Mit is mondott? Mekkora ez az űrhajó? 30 TK köpcenti. Úgy értem, hány személyes? Valójában egy. Csak egy? Abban azért egy menyecske. Mindig elfér. Szó, ami szó. Maga ilyen űr bohém? Nem akarja, hogy kisminkeljem? Hagyja a kozmetikát, inkább a menyecskékről beszéljünk. Én már évek óta nem láttam itt nőt. Lisznok elé a gyöngyöt. Az Ulán Fesztiválon a résztvevők 75%-a nő. Megjöttünk. Holnapot! Megjöttünk, Józsi bácsi. Gyere, Boglárka drágám. Ő a kisunokám, ő ide mellém. Az úr nagyon érdekes dolgokról mesél. Apa, megjöttünk. Akkor vedd le a szkafanderem és maradj csendben. És azt mondja meg, hogy mit csinál ennyi nő egy ilyen fesztiválon.
Manapság a virtuális tantra meditációs, hát együtt lét a legdivatosabb. De sokan a klasszikus formákat preferálják még mindig. Elképesztő. Ő kicsoda? Levetted Maszka von Deren? Tényleg, hogy hívják önt? Tony Libradoro. Amolyan művésznév. Boglárka. A kis unokám. Gyere már ide, és hallgasd az urat. Univerzumot látott űrpolgár, ráadásul olasz, és szerintem facér is. Tényleg nagyon jó képű. Szóval, Tony, bevallom férfiasan, erről a tantra micsodáról keveset tudok. Meséljen már egy kicsit. Régen kevesen voltak nálam felvilágosultabbak, de amióta itt vagyunk ebben a porfészekben, már azt se tudom, hogy na. Nos, ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagy szeánszot. Az ulán lányok beállnak egy nagy körbe, és a férfiak, az a kevés, aki ott van, beáll a kör közepébe. Iszonyú hangos zene szól, amitől mindenki transzbe esik, és akkor a tantra úrnő, na, tehát a tantra úrnő bemegy a kör közepébe, és arra kéri a férfiakat, hogy hangosan tapsoljanak. Ez adja meg a jelet a nőknek, hogy a tantra eszkalátort bekapcsolják. A tantra eszkalátort arra használják... Hiszen ez hülyeség. A tantra eszkalátort egész pontosan arra használják... Ne szólj hogy... közbe, te holtszülött! Mit tudsz te az eszkalálásról? Olvastam róla. Olvastál róla? Mi? Olvastál? Tóni barátunk meg ott állt a kör közepén a begerjedt ulán nőktől bekerítve. Nincs is semmilyen kör. A tantra eszkalátor az a Marson használt csiráztató eszköz, ami semlegesíti a fordított üvegházhatást, az úgynevezett tantra amúgy nagyon káros sugarai. Beszélsz hülyeségeket! Nem, nem. Jól mondja a fiú. De ez nem zárja ki az eszkalálás egyéb, ennél bujább felhasználását sem. Na látod, kis pofám? Nem kell itt mindig okoskodni. Szóval ott állnak a körben, és hát akkor hogyan térnek a lényegre? Hát nem sietik el, az biztos. Hadd mondja már el. Ekkor lekapcsolódnak a fények, és... Na velje ez a ronda citromsárga űrhajó! Az enyém. Tetszik? A sárga a három alapszín egyike. Nem! Nem tetszik! Tisztára betemetett homokkal. Már nagyot látók is vezethetnek űrhajót. Ezt már Józsi is kérdezte. Ez esetben fogadja a legmélyebb bocsánatkérésemet. Mit csinálsz? Összeomokozol mindent. Talán, ha nem nyújtottad volna ki, és nem szakítottad volna el, nem ment volna tele homokkal. Armstrong, gyere csak, szívd ezt fel. Igenis, asszonyom. Hanyu, hol voltál ennyi ideig? Én hol voltam? Ti hol voltatok? Vizet kerestünk, és elhúzódott. Egy órát kerestelek titeket, és mikor épp jöttem vissza, ez a mamlasz úgy betemetett homokkal, hogy alig bírtam kimászni. Melinda, drágám, tisztára elkenődött a sminked. Ő csak le, rendbe hozlak. Maga inkább a részeges férjét hozza rendbe. A te férjed részeges. Ki ez a nő? A felesége. Csodálatos asszony. Elnézést, hölgyem. Ide állhatok maga mellé. Odaáll, hova kedve tartja. Köszönöm. Sokszor jár ide ki, csak bámulni bele a semmibe? Mostanság egyre többször. Ó, ne haragudjon, hogy betemettem homokkal. Biztosan elkalandoztam. Elég gyakran előfordul. Érdekes. Egészen magával ragadott a temperamentum az előbb. Ahonnan én jövök, a nők nagyon is szófogadóak és szelídek. Hát, ahonnan én jövök... Ha nem te pofozod az urat, akkor ő fog. Gyere már! Jól van már, ne siess annyira. Húzatjunk egy kicsit hátrébb. Nem akarja, hogy velem lássák? Ugyan már. Hiszen elpirult. Nevetséges. Igen, és elpirult. Elpirultam, vagy sem... Na jó, most megyek aludni. Holdét. Gyere csak, szép fiú. Hová gondol, kisasszony? Ez micsoda? Te őrült! És halkabban még meghallják! Hogyan kicsoda? A nagymamád úgy alszik, hogy nem ébredne fel egy űrhajóra sem. Gyere ide mellé. Mi bajod? Semmi. Csak tudod, mikor meghallottam az űrhajó hangját, azt hittem, a szüleim jöttek vissza. Pedig csak ez az utazó jött. Ez a szélhámos. Hát nem is tudom, nekem... Eléggé meggyőző volt. Igen? Jaj, ne csikiszte őt! Igen, a kisasszony meggyőzte a szexpilóta, igen? Hát nem annyira, mint a Hold természettudósa. De most komolyan, miért nem bízol benne? Hát azért, mert ez egy szélhámos. Sőt, azon se lepődnék meg, ha nem is ember lenne.
Nem vetted észre, hogy szkafander nélkül császkál mindenfelé? Vannak már ezek a beépített levegőztetők. Igen, de azoknak van egy kimenete is valahol. Fúj! De azért a kezedet ne vedd el. Na, onnan tudtam, hogy hazudik, hogy én is csak blöfföltem. Nem is létezik tantra eszkalátor. A tantra egészen más. Valami furcsa vallási gyakorlat volt a földön. Mi az, hogy vallás? Hát az emberek szabályrendszert kerestek arra, hogy mi végre vannak a világban, és olyan dolgokban hittek, amiket nem láttak. Hú, ez elég komplikáltan hangzik. Hát igen, az. És ezt a hantát, amit ez a pilóta erről levágott, mindenki bevette. Józsi bácsi, igazán igazságtalan veled. Neked is ki kellene állnod magadért. Más vagyok, mint ő, és ezt nehezen viseli. Annyira nem is vagy más. Mindketten ugyanolyan makacsok vagytok. Most megsértődtél? Na, már nem is akarsz vizet keresni? Klotz úr, fenn van? Klotz, ébredjen már fel, adok egy ingyen fröccsöt. Fröccsöt? Nekem? Na végre, képzelje, behoztam az Ulán Fesztivál oldalát. Mondjuk bujaságról nem volt túl sok szó, de gondolom azt nem verik nagy dobra, mert akkor az összes űrtahó oda csődülne. Ezt nézze meg! Tiszta ozora! Nagyon durva! Armstrong! Ezzel meg mi van? Ki érti? Kocsincsuk inkább! Egy szabadabb életre, Klotz úr! Egyszer mi is otropjuk ezekkel! Hát én biztos... Miért? Magának itt jó? Nem mondom, jó a társaság, kedvelem magukat, de rohadt egy helyez! Nem szabadulunk innen soha! Maguk már vagy 40 éve vannak együtt Ribiszke mamával. Hát hogy nem bolondul bele? Arra mindig ügyelek, hogy az övé legyen az utolsó szó. Mégis az történjen, amit én akarok. Minden tetves este ketten 7 poharat össze tudnak koszolni. Hold reggel. Hold reggel, drágám. Ribiszke mama. Mondd csak, Melindám. Ne haragudjon, hogy tegnap úgy letromfoltam. Igazán... Semmi baj, drágám. Láttam, milyen ideges voltál. Igazad is volt. A Gellértben a főszakács mindig koromba volt velem. Mikor... Ha akarja, akkor most kisminkelhet. Nem, köszönöm. Ne kéresse magát. Nem, nem. Mennem is kell. Csak egy pillanatra maradjon még. Mit gondol erről a Tóniról? Tóniról? Ismertem én egy Tónit régen, ugyan ő már meghalt. De amíg élt, nagyon rendes ember volt. Ellenben ez a mi Tónink? Még nála is jóképűbb. Pont Boglárkának való. Hiszen Boglárka Bertalannal jár. Ja, persze. De hát ez csak gyerekszerelem. Hogy mondhat ilyet? Azt azért te sem gondoltad komolyan, hogy az én unokám itt ragad majd örökre. Ő mégiscsak egy klocklány. Ide nézzetek, mit találtam? Te úristen. Ez micsoda? Nem látod? Arany. A jegygyűrűm. Micsoda? Hát ezt én találtam. Hát 1000 éve vesztettem el még a ciklon idején, mikor a szállodas sminkszobájából kifújt a szél a medencébe. Jó duma. Nézd meg a belsejét. Kuci Ribiszke, aztam. Majdnem mondtam valamit. Kuci, talán inkább Kloci. Tessék akkor. Na nem lehet mindenki Szabó, vagy nem is Szabónak hívták. Kicsodát? Na, hagyd már, még megmondja. Melinda, akkor egész héten csak te dolgozol, ahogy megbeszéltük. Mit mondasz? Te mondtad, ha aranyat találok, egy álló hétig állsz a pult mögött. Amúgy is én állok. Obrigát, Józsika. Nem hiányoztam? Valahogy megvoltunk. Úgy kitikkadtam az úton. Azt gondolom. Melinda, tölts egy fröccsöt a címer állatunknak. Én nem töltök. Töltsél. Töltsél te. Én csak nem tölthetek. Na jó. Armstrong. Mit csináltál vele? Meg sem mozdul. Én? Semmit. Feltöltötted rendesen? Persze. Armstrong, gyere ide. Igenis, asszonyom. Tölts egy fröccsöt. Nincsenek semmi baja.
holdnapot. Kapitány úr, ne arra ugyan, hogy a délelőtti sziasztájában zavarom, de... Nem zavar a néni, tessék csak mondani. Tegeződjünk. Volt egy ismerősöm, az mindenkit magázott, de már nincs közöttünk. Hogy érzed magad nálunk? Ugye nem sietsz el? Sajnos nem nagyon maradhatok. Pedig Boglárka biztosan szívesen körbevezetne, úgy láttam, nagy hatással voltál rá. Köszönöm, de már tulajdonképpen mindent láttam, ami érdekelt. Majd azért meggondolom, hanem Ribiszke mama. Na? Te biztosan jól ismered Melindát. Mit keres ő itt egy ilyen férfival? Na mit akarsz Melindától? Hát Boglárka jobban illene hozzád. Aj, reménytelen. Amikor ők megjöttek, itt már állt a szálloda. Én ott voltam sminkes, a Kroc meg úszómester. De ez most mellékes. Eleinte úgy buktak, mint két hajszállító, de aztán... Nem való mindenkinek a hold. Én mindig mondtam. Aztán megszületett Bertalan. Na, akkor kezdődtek csak a veszekedések igazán. Tisztára transzba estem! Tényleg elég idegesítő egy zene. Magát meg kikérdezte? Nem, az is igaz. Hú, de transzban vagy. A kis ujja, mint bezsiserge! Old hello, Józsi úr. Holnapot, Tóni úr. Látom, bejön az ulán zene. Hú, apám, marhára felpörögtem tőle, hogy én most mit tudnék szitálni, ha itt lenne a szkafanderem. Én annyira nem vagyok oda érte. Csak a nők miatt járok oda. Már kezdtem megszokni. Te csak így, szkafander nélkül? Én bírom. Hallottam, hogy már vannak ilyen beépítettek. Nekem gyárilag beépített. Mik ezek a holmik nálad? Egy-két apróság. Gondoltam, megkérlek, hadd töltsem őket egy kicsit nálam, nagyon leszívják az aksit. Jó, de mik ezek? Ez egy ulán fésülködő doboz. Belerakom a fejem, és megmossa a fogam, az arcom, és meg is fésül. Így. Sminkelni nem tud. És az a rúd? Ez egy lézerkalapács. Hűha, ez elképesztő. De én csak hátvakarónak használom. Érdekes. Te, Tóni, mesélj már még az utazásaitról. Miféle népeket ismertél meg? Mindenfélét. Ott vannak például a frontok a Vénuszon, a márkok a Plutón, az ulánok a Szaturnuszon. Munka miatt utazol ennyit? Hát, inkább csak a kaland miatt. Az frankó. A márknők elképesztőek. És barátságosak a turistákkal? Hogyne, rajonganak értük. Különösen a férfi turistákért. Az ulánlányok meg... Gondolom, akkor minden telepen egy másik nőt vár. Igen. De hát erről azért nem nagyon szoktam beszélni. Végül is úriember volnék. Persze, ezt megértem. Én is afféle vagyok. És hány éve utazott tulajdonképpen? Miket is kérdezel? Hát mindig is utaztam. Több mint 40 éve. Alig nézek ki 30-nak. A fénysebesség konzervál. De nem vagyok már egy mai kakas. Várj egy pillanatot, hozok valamit. Mi ez? Monori. Ez egy olyan... Az, pálinka. A nagybátyám főzte vagy 30 éve. Még az utazás előtt adta, hogy majd akkor bontsuk fel, mikor a fiunk megszületik. Aztán valahogy nem bontottuk föl. De jó illat van. Ne is törődj vele, mi szólsz rögtön. Na, ezt kóstold meg. Az áldóját. Menten kigyulladok. Ez nagyon erős. Ugye? Monori. Eltűnnek órákra, akkor csak itt bolyonganak a homokban. Bertalan nem olyan. Olyan, mint az apja, csak még fiatal. Meg holt szülött. Ezek nem olyanok, mint mi voltunk. Hát szó, ami szó. Olyan szép pár. És maga még a Tónival akarja összeborodálni ezt a lánykát. Akartam, de aztán kiderült minden. Ez a Tóni csak téged akar. Mit beszél? Nem mondta, hogy nem vetted észre. Láttam én azt a sivatagi bujkálást. Csak beszéltünk egy-két szót. Én láttam, amit láttam. Nem mondom, megkapó a sárnya, de hát egy asszony azért tudja visszafogni magát. Hogy én nem fogtam volna vissza magam, vagy most mire célozgat? Nem célzok semmire.
A kenyérben volt egy hasonló kliensem, aztán az ura rájött a turpisságra, nem ér már egyik sem. Most azért jött velünk, hogy engem kioktasson? Különben is a Józsi esett bele. Gyertek már! Teljesen lelassítjátok az expedíciót! Jövünk már! Alig érzem a lábom. Mire iszunk? A kocsmára. Nem, inkább a kocsmárosra. Inkább a ne ére. Elé legyen. A nőkre meg az utazásra ígyunk, de iszi be. Ennek a monorinak az univerzumban nincs párja. Azért mégsem utolsó, ha az embernek van egy saját kocsmája. Hát az sem, ha a űrhajója van. Amióta az eszemet tudom, pilóta akartam lenni. Én meg kocsmáros. Erre ígyunk. Amúgy Tónika, mintha nem hatna rád a pálinka. Hát, ami azt illeti, van bennem egy kis mechanika. Ezt hogy érted? Nem vagyok a szó klasszikus értelmében ember. A fénysebesség konzervál, mi? Robot? Igen. De már felszabadult. Értem, uram. Elhallgass. Hát akkor erre ígyunk. Na, kár belé. Talán. Meddig kell még itt lapátolnunk? Ezt a területet még fejezzük be. A mérő szerint itt lehet víz. Én már találtam vizet. Hol? A hülye lapát feltörte a kezem, és itt a tenyere mellett egy akkora vízfolyam, hogy na. Már egy pillanatra azt hittem, hogy abba hagyhatjuk. Én is. Pedig nem is rossz módszer a vízcsinálásra. Egyszer sminkeltem egy politikust a Gellértben, valami vízügyi előadó. Tudjuk, meghalt. Inkább ássunk. Ha kell egész nap brassóit melegítek, vagy bármint, de én ezt nem bírom. De, Tom. Mert ugye azért nekünk nem ezt ígérték. Arról volt szó, hogy itt egy jól menő szálloda van, nem kell csinálni semmit, csak jönnek a turisták egész nap. Na hát ez így is volt, kb. 2 hétig. Aztán a ciklon elvitt mindent. Azóta se turista, se szálloda, se semmi. Már mondjuk most sem kell csinálni semmit. Nem is tudod, milyen szerencsés ember vagy. Nincs oda? Van mindened. Otthon, család. Hát már ez is valami? Nekem egyik sincs. Miért is te erre vágynál? Ahogy öregszem, azért egyre inkább elgondolkodtató, hogy meg kéne állapodni. Ugyanamellett a nő mellett ébredni. Legalább 2-szer. Öregszel? Nem azt mondtad, hogy a robot vagy? A robotnak születtem, de már ember vagyok. De inkább azt mondd, hogy te meg akkor utazgatni szeretnél? Valahogy úgy. Hát miért nem cseréltek? Mit szól már bele mindenbe? Aludjon tovább. Nem is mond hülyeséget az öreg. Majd én leszek kocsmáros. Uraim, mit tölthetek? Fröccsöt. Armstrong, kérlek, tölts mindenkinek egyet. Igenis, uram. Hát jó, én meg vérbeli pilóta vagyok. Éppen a felhőtlen boldogság ünnepére igyekszem, és csak megálltam itt pihenni. Iszom egyet, s már repülök is tovább. Aztad ide? Van egy lézerkalapácsom is, de csak hátvakarónak használom. Óvatosan, Józsikám, félelmetes ereje van. De nekem is ám. Erre iszunk! Majd én megmutatom, milyen egy igazi űrharcos pilóta. Apám, vizet fakasztottam! Hú, gyorsan, ez mindent elásztat, valamivel be kéne tömni. Armstrong, hátulról hozd ki azt a slagot! Parancs megtagadva. Armstrong, ne szórakozz el, azonnal hozd ide! Parancs megtagadva. Armstrong. Igenis, uram. Hoffát lassák! A pálinka dugója pont beleillik. Álljunk meg egy szóra. Óriási ötletem van. Ha minden fröccsöt felvizezek, akkor dupla lesz a haszon. Csak gyorsan csináld, úgy látom, jönnek. Armstrong, pakolj gyorsan. Parancs megtagadva. Mi az, hogy nem csinálod? Mindjárt szétvágnak ezzel a hátvakaróval. Inkább csináld magad, mert itt vannak. Tony, ez a mi titkunk. Bertalannak egy szót se. Elkutya vegyélni az egészet. Oké, főnök. Oda nézz. A klocc úr tiszta víz. Majd azt mondjuk, hogy bevizelt. Csak a padló legyen száraz, mert azt nem mossuk le magunkról. Jó, elég lesz. Vissza a pulthoz. Jó. Esküszöm, amikor a 100 tagú cigány zenekart kellett sminkelnem egyedül. Akkor nem voltam ilyen fáradt, mint most. Csak nem a Gellértben. Ott hát. És találtatok vizet? Már ma
Majdnem. Jó úton járunk, az biztos. Érzem, hogy van itt víz. Ha te is jössz, biztos gyorsabban ment volna. Hát tehetek én róla, hogy nincsen egy szkafander. A klocéba mégsem mehetek. Na gyertek, ígyatok egy fröccsöt. Mindenki a vendégem. Józsika. Armstrong, italt mindenkinek. Ez a robot teljesen meghűlt. Majd én töltök kézzel, hadd pihenjen egy kicsit. Nekem miért nem fogadszunk? Jó. Most inkább azt mondnák, hogy ti mit csináltatok, amíg mi dolgoztunk. Hát nem loptuk a lapot. Azt látom, rendesen dülöngéltek mind. Hát... Faj, mi van ezzel a fröccsel? Olyan furcsa az íze. Maga meg mióta ilyen szomelié? Igyon azt, ne dumáljon annyit. Föl-föl, vitézek a csatára! A szent szabadság oltamára! Mendörög az át! Jó volt, elég legyen mára! Holnap is van nap! Jaj, még van egy-két nótát, amit elénekelhetnék, még van egy-két... Majd otthon a sátorban énekli szépen, jó? Na, még egy fröccsöt, Józsika! Bezártunk, Klotz úr, majd holnap. Gyere, Klotz, ezek a fiatalok nem tudnak ulaszni. Segíts már! Te karakánul kidobtál mindenkit, drágám. Igazi tűzről pattan menyecske vagy. Na, gyere ide, ölej meg. Józsi, te miben sántikálsz? Hát úgy szeretgetnélek egy kicsit. Azt hiszed, nem látom ezt a slagot a szoba közepén? Az üres üveget a pulton? És hogy a fröccsnek olyan íze van, mintha beleöntöttél volna egy vödör homokos vizet? Te aztán el tudod venni az ember kedvét. Elmondod, vagy magam járok utána? Hát csak rajta. Voilà! Akkor most kihúzom ezt a dugót. Azt ne! Melinda, már ne csinálj! Már húzom is! Állj meg! Te vizet találtál? Ne üvölts! Miért ne? Ez remek hír. Nem kell, hogy mindenki megtudja. Dugd vissza a dugót, mert itt elázik minden. Képes voltál felvizezni a fröccsöt. Ha kell, én a brasóit is felvizezem. Szólok Bertalannak. Bertalan! Főleg neki ne szólj! Bertalan! Megőrülök ettől a nőtől. Kerestél anyát? Igen. Apád akart neked mesélni valamit. Igen, apa? Én? Hát igen, de majd holnap ráér. Holnap mesélek. Nem. Csak meséld el most. Mit találtál, Józsi? A Bertala nem érdekli a monori pálinka. Józsi. Én inkább lefeküdnék. Ne siess úgy, ide néz. Apád vizet talált. Micsoda? Vizet? Hol? Viccesek vagytok. De én most fáradt vagyok ehhez. Ne haragudj, az előbb még folyt. Anyád ma ilyen vicces kedvében van. Nem érdekel. Én megyek aludni. Mit csináltál a vizemmel? Képes lettél volna elhallgatni, hogy vizet találtál? Mit csináltál a vizemmel? A vizeddel, a te vizeddel megittam, mert én mindent megtartok magamnak. Ezért még számolunk. Majd én számolok veled. Én számolok veled. Nem, majd én. Nem, én számolok nem, veled. Én. Nem, én. Nem, én számolok én. Veled. Na, megőrülök ettől a nőtől. Jaj, anyám. Obligációs, Zsikám, nem hiányoztam? Jaj, hát megvoltam. Jó, mi itt aludtál a helyemen? Ha ezt olvástak lehet nevezni. Na, és helynek. De ígyunk egy fröccsöt, az mindenre jó. Ezen a szemétdombon nem működik semmi. Hold reggelt, Klotz úr. Mondja, Klotz, maga mit csinál, mikor a drága neje kizárja a hálóból? Én már évek óta itt alszom ki magam a kocsmával. Hát az is igaz, de mi játszódhat le egy ilyen nő fejében? Mit képzel magáról? Te mit képzelsz magadról? Hogy én? Te! Hát mit tettél te ez az egészhez hozzá? Hagytad magad befírülni erre a holdutazásra? Kiválasztottad a legrosszabb konstrukciót, ahol ez lett apám csodás Lajos Mizsei kocsmácskájából. Csodás kocsma? Hogy oda ne rohanjak? Hát kik jártak oda? Csupa lumpen alak. Többek között te is. Én? Csak miattad. Pedig az öreg aztán tényleg értett hozzá. Hát azért a Józsi se kutya. Hold reggel. Én hülye pedig feladtam a bálkirálynői karrieremet. Karrier? Én mindig láttam benned az anyagot. Tényleg csodás bőröd van.
Pedig legalábbis Miss Univerzum lehettem volna. Uh-huh. Én meg magyar válogatott. Pacalevésben legfeljebb. Nagyon vicces. Mi bajod már mindig a pacallal? Ráadásul vagy 20 éve nem ettem. Sajnos. Nekem tényleg volt esélyem. Nem csak Lajos Mizsén, a füredi Anna bálon is oda voltak tőlem. Az lehetett a dáridó. És így aztán mi lett belőlem? Na mi? Idegroncs. Sminkmodell. Csaplárni. Idegroncs? Józsi, most már húzzál ki szitálni. Vagy én megyek egy olyan helyre, ahol megbecsülnek. Megyek én, nem kell kétszer mondani. De messze vagy, Bözsi, látlak-e még, Lajos Mizse? De messze vagy, Lajos Mizse, látlak-e még, Bözsi? De messze vagy, Bözsi, látlak-e még, Lajos Mizse? Hova mentek? Vizet keresünk. Itt nincs semmilyen víz. Hallod? Az a kis víz, ami volt, az sincs. Nincs is rá szükség. Ezen a helyen már a víz sem segít. Itt minden szar! Egy rohadt homoktenger az egész! Jaj, jaj, a fene vigye ez a kis kafa, de teljesen összenyom! Már órák óta szitál. És micsoda évvel! De most valahogy más, mintha megőrült volna. Tőlem aztán szitálhat akárhogy. Én végeztem vele. Egyáltalán mi vesztetek össze ennyire? Ne is beszéljünk róla. Azért mégiscsak gyerekes dolog ez. Nem lenne jobb, ha szépen kisminkelnélek, majd kimennél és beszélnél vele? Remek ötlet. Legalább akkor kisminkelve folytom meg. Most már tényleg visszajöhetne. Szomjas vagyok. Töltsön magának, mit bánom én? Úgyis fel van vizezve. Micsoda? Űrnapot kívánok. Kérdezz csak meg az űrkaubojt. Mit tud maga holmi vizezésről? Nem sokat. Ahová én járok, ott inkább a koktélok divatosak. Hogy találta Józsi a vizet? Hát a hátvakarommal. Egy hátvakaróval? Lézerkalapács tulajdonképpen. Ez csodálatos. Azért annyira nem kell örülni. Kifogyott. Vizezett vagy sem, én kérek egy fröccsöt. Majd én töltök neki. Ilyen drámai pillanatokban is csak a fröccsön jár az esze. Armstrong, töltsön egyet, kérem. Nem ad ez senkinek. A Gellértbe elképzelhetetlen lett volna, hogy egy szolgáló megtagadja a parancsot. Hagyják már abba! Mi az, hogy kifogyott? Ezt én sem értem. Lehet, hogy kicsit már részeg voltam, de tegnap elég soknak tűnt. Klotz urat teljesen befette. Engem? Már azt hittem, balesetem volt. Nézzétek meg magatoknak, ott van a cső a földön. Hát, ez tényleg elég száraz. Nem lehet, hogy csak beittak, és azt képzelték, hogy vizet találtak? Ha csak úgy nem. Én tényleg nem értem. Ahol egyszer volt víz, ott van többször is. Gyere, Boglárka, menjünk keresni. Szó sem lehet róla. Éjszaka van. Irány lefeküdni. Ha eddig megvoltunk víz nélkül, reggelig még meg leszünk nélküle. De mama! Nézd, de én sem állok neki ilyenkor sminkelni. Látod, a papa is alszik. De ő mindig. Ne feleselj! Nálunk aludhat a Bertalan? Csak mert a papa már itt alszik. Józsi bácsinak meg nem lesz helye. Akkor legalább tudna a Bertalan helyén. Átlátszó trükk, de nem bánom. Úgy is tudok mindent. Hát mit gondoltok, a Gellértben olyan dolgok folytak, hogy azt nem mesélnem. Maga még marad? Még egy utolsó italt meginnék. Anya, ha bármire szükséged van, itt leszek a... Nincs szükségem semmire. Tényleg kér egy italt? Magától bármit elfogadnék. Fröccsön kívül más nem adhatok. Tudna, csak nem akar. Ah, mit tudom én már, hogy mit akarok. Szitálni szeretnék. Vagy bármit, ami segít egy kicsit elfelejteni, hogy hol vagyok. Nem lehetnék én ez a segítség? Errefelé nem esszük olyan forró naprassóit. Kocsmai jó hangulat, apró flörtök, vidámság! Ugye ezt a rengeteg homokot nem itt akarod kirázni magadból? Armstrong, szívd fel! Parancs megtagadva. Ha már rád se hallgat, akkor nagy baj van. Jó éjszakát, Tony. Majd máskor beszélünk. Csak ízébe. Hes! Hes! Annyi homokat nyertem, hogy egy hordó fröccs sem mossa le. Hogy bírsz erre a nőre haragudni? Egy kis kanál fröccsbe meg tudnám folytani. Armstrong! Ja, mindegy. Majd töltök magamnak. Van nekem egy ajánlatom. És pedig? Cseréljünk egy hétre. Aztán meglátjuk ki, hogy érzi magát az új szerepében. Én elviszem az űrhajót az Ulán Fesztiválra. Te meg addig itt csüröksz-forogsz.
Komolyan? A legkomolyabban. Tudsz egyáltalán űrhajót vezetni? Az Alföldön kisebbeket vezettem. Tehát ez olyan, mint a biciklizés. Kisebb vagy nagyobb, az már nem számít. Persze nem árt, a kicsit felfrissítjük a memóriám. Ébren vagy, Klotz? Szóval, hogy kell beindítani ezt a csodát? Mi van, ha nem hozod vissza? Akkor tiéd a kocsma, de visszahozom. Na, hogy kell beindítani? Csak a szokásos. Sárga gomb, motor alapjárat. Utána a Frisco kapcsolókat teljes nyomás alá kell helyezni. Frisco, kapcsoló, nyomás. Bekapcsolod teljes. Az automata vezérlést a mellékpulton, és már indítasz is. Indulunk! Maga csak aludjon tovább. Szóval betekerem az Ulán rádiót, aztán csak hátradőlök, és várom, hogy a kör közepén álljon. Ez az! Csönd legyen! Na jó, most még legyen igazad. Ébredjen már, Klotz úr! Mi van? Ezek mind elmentek vizet keresni. Na, akkor iszunk egy fröccsöt, vagy mi? Csak el akartam búcsúzni. Mész itt állni? Nem. Most végre úgy megyek el, hogy többé nem jövök vissza. Azért tölthetnél még egyet, mielőtt örökre lelépsz. Armstrong, tölts neki! Armstrong szabad! Armstrong nem tölt! Armstrong szabad! Nincs szerencséje, Klotz úr. Minden esetre ez a robot legyen Melinda gondja. Na, mennem kell. Vigyázzon magára! Melindával mi lesz? Mi lenne? Majd el lesz ezzel a Tonyval. Nézzen csak ki az ablakon, ott enyelegnek. A francba! Mi a baj? Melindám van a szkafanderem, vagyis az övé. Hogy megyek ki így az űrhajóhoz? Futva. Hát nem ülje maga teljesen. Majdnem megfulladtam. Azt mondta, hogy a sárga. 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 Hol van itt a sárga? Azt nem mondta, hogy 400 gomb van. Lehet, hogy arra van, arra gondolsz? A francba. Nincs itt senki. Nagyon úgy tűnik, hogy csak ketten vagyunk. De Tony, mit képzel? Aj, ez nem az Ulán Fesztivál. Nem látja, hogy megőrülök magáért? Nem én. Engedjen el, de azonnal. Szóval így állunk. Hogy? Nem hozzád beszélek, hanem a robotpilótához. Te csak hegyek tovább. Megmondod, hogy hogy indul ez a bádogdoboz, vagy megöllek? Engedj már el, mert rugok! Na, azt megnézném. Hogy indul? Jaj, ha ne verekedjenek! Mondtam én, hogy minden férfi egy brutális állat. Te érted küzdenek? Az jó jel. Dehogy is. Ezt csak az űrhajó érdekli. Scarlett! Ellopták az űrhajómat! Ki vezeti? Valaki van benne, az biztos. Hát a Klotz, ki más? Biztos a fia után. Ne vicceljünk már, a sátrába alig tud átmenni. Honnan tudna űrhajót vezetni? 20 évig volt kapitány, a nagy expedíciók idején. Aj, micsoda fesember volt. Az nem lehet! Az nem lehet! Obligát, Józsikám. Nem hiányzom? Obligát. Gondolom, most haragszol, de ne tedd. Te még olyan fiatal vagy. Nekem meg ez valószínűleg már az utolsó kalandom. Az én utolsó kalandom. Meg hát valójában az Armstrong kötött el a gépet. Én csak úgy vele tartottam. Na persze, tudtam, hogy nem bírod itt sokáig. Szemét robotok. Minden tönkretettetek. Ne szidd a robotokat. A Tony igazat mondott. Ez az Ulán Fesztivál. Ez tényleg egy nagy őrület. Egyelőre még csak a parkolóban vagyunk, de már több ajánlatot kaptam. Az Armstrongot szétszedik. Azt se tudom, hogy hol van. Hogy dögölne meg az aksia. Nekem kéne most ott lennem. Te tényleg nélkülünk akartál lelépni? Hát nem lelépni, csak egy kicsit kirándulni. Szóval te kirándulni akarsz?
Igen. És szeretnél kicsit kalandozni? Hát, ami azt illeti... És hány évesnek képzelette magad? Nem sül le a képedről a bőr? Tehát én igazán csak... Szeretnél fiatal nőcskék után futkosni, mi? Na hát, nem is a nők miatt. Süllyedjél, te krátereszű. Ha ennyire menni akarsz, akkor menj. Csak ugye már nem annyira tud mivel. Maga meg mit szól közbe? Amúgy is olyan tenyérbe mászó képe van, hogy egy nő ügyét se hiszem el. Ne sértegesen, mert... Mert mit csinál? Elromlik? Előadja nekem a Humphrey Bogart, aztán kiderül, hogy robot. Ha a férjem nem őrült volna meg, már rég beverte volna a fejét. Az igaz, még megteheted. Víz! Vizet találtam! Kit érdekel a víz, mikor anyád ezzel a robotpilótával? A klot meg elrabolta az űrhajót. Tiszta szerencse, apukám, mert ahonnan az űrhajó felszállt, víz tört fel. Nem is kevés, már egy egész szavat csinált. Kutya füle. De hiszen ez csodás hír. Maguk nem mondanak semmit. De, menjünk, nézzük meg. Engem nem érdekel. A Gellértben volt egy kuncsaftom, az is talált egy tavat. Tudjuk, meg is halt. Honnan tudtátok? Az most mindegy. Tóni, jöjjön, megnézzük a tavat. Remek ötlet, menjünk. Gyertek. Nem bánom. Már nem is tudom, mióta nem láttam tavat. Én meg maradjak itt egyedül. Elvitték a szkafandereket. A francba, még jó, hogy a klóc itt felejtette az övét. Ő is futva ment. Melinda! Hagyjál békén, légy szíves! Nem hallod? Hagyj békén! Na ide figyelj, Teditu! Neked nem osztottam lapot. Magunk rajta a feleségemmel, vagy olyat kapsz, hogy Armstrong hozzád képes értelmiségének tűnik. Nem félek én magától. Melinda, itt leszek a közelben, kiálts, ha baj van. Boglárka, merre vagy? Boglárka, várjon! Maga az, Tóni! Elvesztettem Bertalant itt a viharban. Helyette megtalált engem. Nem akar hozzám jönni feleségül? Ugyan, Tóni. Maga csak egy nagy késóvá célcsap. Hát már az is baj. Boglárka, merre vagy? Bertalan, itt vagyok! Francba! Tudi, azt is tudtad, hogy robot. Hát, ahogy ittuk a pálinkát, mondott valamit, hogy van benne egy kis... mechanika, de ettől még ne képzeld, hogy engem nem zavart a gondolat, hogy ti ketten... Na jó, elég a handabandázásból. Én? Hát én minden csak miattatok. Rongy ember vagy, Józsi, ne tagadd! Még egy robotba is több érzés szorult. Maga az, Tóni! Segítsen már! Teljesen beragadtam! Majd én húzom, gyönyörű. Ó, Tóni, ugye azért a kezemet nem akarja megkérni, én már foglalt vagyok. Még a Krocze is lépett az Ulán fesztiválra. Pedig szép pár maguk. Hát azért tudnék mesélni. Én se vágynék másra, csak egy... Ne is folytassa. A fiam is nagy romantikus volt, mint maga. El is nyelte az univerzum. Itt a tó! Oda nézzen, Tóni! Ez gyönyörű! Nem gyönyörű, mamácska? De, igazán szép. A Gellért fürdőt juttatja eszembe. Mamácska? Tulajdonképpen miért hagytad ott a Gellért szállót? Folyton csak arról beszélsz. Hogy miért? Mert a Krocz elszöktetett. Meg hát, az az igazság, hogy a szállóban egy sminkes mindig csak beugró ember. Státuszt nem adtak. Én meg már akkor is csak a kalandokat kerestem. Hagyd a csak ribiszke, mama, az emlékeket. Most inkább élvezzük a látványt. Pedig szép emlék az is. Hát ez tényleg tó. Volna is ötletem, hogy mit kezdhetnénk ennyi vízzel. Neked csak ne legyenek ötleteid, drágám. Te már leszerepeltél. A tavat Bertalan találta. Szerintem töltsük meg a medencét, és üzemeljük be újra a szállodát. Megint özönleni fognak a turisták, mint gyerekkoromban. De jó is lenne. Mesebeszéd. Szerintem nagyon is jó ötlet. Nekem rengeteg kapcsolatom van a turisztikai világban. Se perc alatt felfuttatom ezt a helyet. Lesz itt sminkelni való bőven. Maga csak tantrázzon az Ulán fesztiválon. Ez semmi köze. Csak annyi, hogy Józsi nekem ígérte a kocsmát az űrhajóért cserébe. Józsi? Ez nem igaz. Nem igaz? Hát ebben a formában nem igaz. Józsi azt ígér, amit akar, de a kocsma az enyém, úgyhogy ő csak hiába adta magának. Drágám, ne kapd úgy fel a vizet. Nekem nem kell a kocsma, nekem csak te kell lesz. Fúj, hogy oda ne rohanjak. Nyálas egy alak, az biztos. De lehet, nem lenne vieség használni a kapcsolatait.
Bár én a Gellértben az egyik úszómesterrel... Ne őrüljön már meg, Ribiszke mama! Pont ezt mondta az úszómester is. Azért el kell ismerni, szép kis tó. Na jó, nekem mára elég. Visszamegyek a kocsmába. Magával tartok. Maga csak kísérje a mamát, a feleségemet meg bízza rám. Tóni, tényleg magára támaszkodhatok? Jöjjön csak, gyönyörűm. Mi még maradunk egy kicsit. Maradjatok nyugodtan, majd a Tóni vigyázz rám. Te is csak karolj belém, Melindám. Na, azért annyira jobban még nem vagyunk. Dehogy ne. Bertalan? Mondjad, apukám. Szóval, hogy szép munka volt, meg minden. Mármint, hogy igazad volt a viccelés. Egy óra múlva kell a szkafanderem, úgyhogy... Persze, apuka. Nyugodj meg, hazaviszem. Na, obligát. Sziasztok. Na, gyere te, holcidáló. Körösényi Dániel és Breyer Ádám Kocsma a Holdon című hangjátékát hallották. Szereposztás: Józsi, Túróci Szabolcs, Melinda, Fullajtár Andrea, Tóni, Keresztes Tamás, Klotz úr, Bodrogi Gyula, Ribiszke mama, Martin Márta, Bertalan, Tóth Barnabás, Boglárka, Kunakata, Armstrong, Fogarasi Gergely. Közreműködött Boncsér Sára Luca, zeneszerző Bicskei Titus. A felvételek a Stúdióhában, hangutó munka a Forkát stúdióban készült. Hangfelvétel Ruskó Péter, hangvágás Udud Levente, hangkeverés és utómunka Várhegyi Rudolf, dramaturg Ferenci Gábor, gyártásvezető Szabó Tímea, a rendező munkatársa Dér Ázsia, producer Felszegi Ádám, rendezte Breyer Ádám. A műsorszámot az Ametiszt Művészeti Kft. Készítette a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.